December 14-én tartották a Bethlen Gábor Református Általános Iskola óvoda által óvodásoknak kiírt adventi rajzpályázat eredmény hirdetését. Papné Tóth Ilona igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, majd a rajzpályázat céljairól beszélt. A rajzpályázatot kettős céllal írtuk ki az óvodások számára. Egyrészt az iskolákban, óvodákban hagyományosan megrendezésre kerülő adventi projekt alkotásokban igen gazdag időszakra készített minket arra, hogy összegyűjtsük azokat az óvodás rajzokat, amelyeket a karácsonyvárás Jézus születése ünnepének hangulatai ihlettek. Másrészt a városi kistérségi óvodákkal, az óvodáskorú gyermekekkel és szüleikkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel volt a cél. Reményeink szerint ezt az első alkalmat követi még több is, hiszen a hagyományteremtés szándékával indítottuk el ezt a pályázatot is. Köszönjük a szülőknek, az óvónéniknek, hogy partnereink voltak ebben a kezdeményezésben, és munkájukkal, ötleteikkel segítették a kis alkotókat. Mielőtt sor kerülne az eredményhirdetésre, hallgassuk meg együtt a református óvodások karácsonyi idéző műsorát. Hogy egy szavék, el ne aludjék, szívemből a szeretet ki ne aludjék. Igaz, református óvodások karácsony idéző műsora után az igazgatóhelyettes megnyitotta a kiállítást. Az eredményhirdetésen előbb a külön díjas alkotókat szólította, majd a pályázat első három helyezettjét. Természetesen egyik pályázó óvodás sem ment el üres kézzel. Külön díjat kapott Villand Roland, református óvodánk egyik kis óvodása. A Villand Roland pedig és arra is megkérlek, várj egy picit, hogy ebből a kosárból vegyél meg egy sajátékot már. Jó? Ugyancsak külön díjat kapott, és szintén református is óvodás, Szabó Nátán. Itt van ő is. Harmadik külön díjasunk alkotása Martfűről érkezett, nem tudom, itt van-e velünk Kupai Szabó Kincső, ha nincs, akkor majd eljuttatjuk neki az ajándékát. És akkor nézzük a harmadik helyezett alkotást, Molnár Anna, nem tudom, itt van-e, igen, ő az a másik díjasunk, szeretettel gratulálok az alkotásokhoz. Második helyezett Varga Lili, református óvodásunk. És az első helyezett Dékány Amira. Szeretettel gratulálunk. Illetve a hatos teremben egy kis vendéglátással köszönjük szépen a részvételt!